Már állnak a gépek a most átadott új csarnokban. A családi vállalkozás festő- és berendezésgyártó üzemet is működtet Bonyhádon, összesen 345 helyi és környékbeli dolgozójuknak biztosítva ezzel megélhetést. Most egy új csarnokot építettek és gépeket szereztek be. Jövő év közepéig pedig újabb fejlesztéseket terveznek, hogy ki tudják szolgálni a főként német luxusautókat gyártó megrendelőiket. Olyan tárgyalásokat és hát lehetőségeket kapunk, amiért megindítottuk ezt az egész fejlesztést, ami hát 4 fázisból állna majd. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Az átadón arról beszélt, hogy Bonyhád és Dombóvár térsége Tolna megye egyik legdinamikusabban fejlődő területe lett az elmúlt években. Csak a ginopos fejlesztések a dombóvári járásban, illetve a bonyhádi járásban, hiszen ebből a kettőből áll össze alapvetően a választókerületem, közel 9 milliárd forint támogatási forrás érkezett ide. A bonyhádi több mint 500 milliárd forintos beruházást a kormány közel 300 millió forinttal támogatta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadón azt mondta, a magyar gazdaság nagy utat járt be az elmúlt időszakban, és komoly sikereket ért el a rendkívüli nehézségek ellenére. Ezekhez pedig szerinte a kormány beruházás barát munkahelyteremtést segítő politikájára is szükség volt. Ha lenne ilyen verseny, akkor szerintem az Európa-bajnoki címet kioszthatnák nekünk az adócsökkentések tekintetében, hiszen mind a személyi, mind a társasági jövedelemadó, mind pedig a munkát terhelő adók rekord mértékben csökkentek az elmúlt egy évtizedben Magyarországon. Tolna megyében 16 cég kapott hasonló versenyképességet növelő támogatást a kormánytól, mintegy 4 milliárd forint értékben. Ezeknek köszönhetően 2200 munkahelyet sikerült megőrizni a válság ideje alatt is.